A magyar szellemi honvédelem és a régi új kísértetek a 21. században elkerülhetetlenül ismét találkoznak a mai magyarok idejében, azaz a mi időnkben. François Hollande kijelentette, Franciaország háborúban áll. Tegyük hozzá, nem csak Franciaország, hanem Európa egésze is. Amikor értéktelenség nélkül, a semmibe kapaszkodva próbálják megváltoztatni nemzetek életét, leginkább eltüntetni a nemzeteket. Az Európai Unióból szoros politikai uniót kívánnak létrehozni, amely megszüntetné a nemzetállamok önállóságát és közjó iránti cselekvőkészségét, másfelől szervezett migráns áradat indult el Európa felé, amely, ha a soros gyöngytermei valóra válnak, akkor egy-két évtizeden belül Európából Eurábiát csinál, és a keresztény Európa, melyben szerettünk és tudtunk élni, megszűnik létezni. Feladatunk, hogy kiálljunk keresztény gyökereink megtartásáért. Folyamatosan kell küzdenünk Székelyföld autonómiájáért. Az Egyesült Államok önkényeskedő katonai és politikai fellépései egyik pillanatra a másikra felerősítették a civilizációk, kultúrák és vallások harcát, ami viszont nemzetállamokat sodor veszélybe szerte a világon és Európában is. Nekünk, szellemi honvédőknek ezt felismerve kell kiállni nemzeti szuverenitásunk érdekében. Próbálják megváltoztatni mindannyiunknak az életét, és kínálnak föl olyan értéktelenségeket, amelyek szétverik a természetességre épülő embernek az életét, a közösségeket, a családokat. Hoznak be olyanokat a köztudatba, mint a gender, nyeretnek meg egy Európai Uniós dalfesztiválon nőnek vagy férfinek látszó emberrel valamit, miközben az értéket tudjuk, hogy hol. Az Egyesült Államok egyre inkább önmagát korlátozni képtelen világbirodalommá vált, amelyik nem él, hanem visszaél erejével és lehetőségeivel. A világ konfliktusait nemhogy csökkenteni volna képes, ellenkezőleg politikai, gazdasági, katonai lépéseivel újabb és még hatalmasabb konfliktusokat szabadít rá a világra. A végeredmény pedig óriási pusztítás, káosz és zűrzavar. Sőt, ami még ennél is rosszabb, egy 21. századi dzsihadista kalifátus, az iszlám állam létrejötte, és a decemberi párizsi terrortámadás. A 21. században minden látszat ellenére a jövő nem azoké a közösségeké, akiknek több a pénzük vagy pusztítóbb a fegyverük, hanem azoké, akiknek erősebb azonosságtudatom. Mindez a nemi, családi, vallási, kulturális és nemzeti identitásokból tevődik össze, vagyis mindazon értékekből, amelyek Európában jelenleg erőteljes szellemi ostrom alatt állnak, mint ahogyan éles politikai támadások keresztüzébe kerül minden olyan állam vagy politika, amely védeni kívánja ezen értékeket. A globális pénzhatalom. A Rothschildok és Soros Györgyök éppen ezért hirdették meg 1989-ben az úgynevezett washingtoni konszenzusban a liberalizáció, dereguláció és privatizáció alapelveit, a neoliberalizmus alapelveit, melyek lényege a piac mindenhatósága a mindenkori állammal szemben. A liberális diktatúrát ilyen tekintetben visszautasítjuk és elutasítjuk. Európában páratlan volt az a kiállás a nemzeti értékek és érdekek védelmében, amelyet a békemenet több százezernyi résztvevője, a szellemi honvédelem valóságos jelenkorú békeselege az elmúlt esztendőben tanúsított. A magyar állam képviselői nevében innen is köszönöm minden résztvevő polgártársunk tudatosságát és a szervező civil összefogás fórum következetes munkáját. Nagy feladat hárul a visegrádi négyekre, és remélhetőleg a közeljövőben hozzájuk csatlakozó balti és balkáni országokra. Közösen kell elérni a jólétbe belefáradt, gondolkodásban lelassult uniós vezető bürokraták lecserélését. Szeretném hangsúlyozni, én Európai Unió párti vagyok, de ha már diktálnak, azt nem szeretjük, és én sem szerettem. Nyugatról érkező aggasztó jelek arra utalnak, hogy az előttünk álló időben nem csak a magyar, hanem az európai szellemiséget is védeni kell, így önök, a magyar védők, mint oly sokszor a történelemben, ismét Európát, az európai szellemet is védik, ismét példát, reményt és erőt adhatnak európai sorstársaiknak.
hogyha az Unió Bíróság előtt kudarcot vallana a kvótarendszer megsemmisítésére irányuló törekvésünk, akkor velünk tartó országok polgáraival együtt nemzetközi békemenettel demonstráljuk ezügyben is az összetartozásunkat. Van egy a pénzhatalomnak kiszolgáltatott, áruló Európai Uniós elit Junckerrel és Merkellel az élen, de vannak nemzeti elkötelezettségű civil társadalmak, van békemenet, van CÖF, és vannak tisztességes honpolgárok, akik, ha kell, tűzzel hassal megvédik hagyományainkat, vallásunkat, értékeinket és szabadságunkat. Valójában így kerülünk közel a profétasághoz, tudjuk, minden embernek küldetése van, mert mindenkor Isten színe előtt áll.